Roskadoznak a kupáktól, az érmektől és az aranyozott cipőktől az asztalok, a megyei igazgatóság hagyományos futszál idényzáróján a legjobban szereplő csapatok, illetve a különböző bajnokságok gólkirályai vehettek át díjakat. A megyében egyre többen űzik a labdarúgásnak ezt a változatát, így az igazgatóság is egyre több korosztályban írhatja ki a pontvadászatot. Nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy évről évre egyre népszerűbb ez a szakág a megyénkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még soha nem versenyzett ennyi csapat és ennyi korosztály, valamint ennyi bajnokságot sem rendeztünk. Egészen pontosan 11 bajnokságnak a kupáit láthatjuk az asztalon, illetve adjuk át majd a díjakat az első három helyezettnek és a gólkirályoknak. Ez úgy adódik össze, hogy van a regionális felnőtt férfi bajnokság, mellette a lányoknak van két korosztály, az U17 és az U19, a fiúknál pedig van U13, U15, U17 és U20-as korosztály, és a fiúknál annyi jelentkező volt, mindenhol minimum 23, de valahol 30 csapat is, hogy területi alapon két csoportba kellett osztani őket. Érdekes, hogy az utánpótlás bajnokságokban a 10 bajnokságban több mint 200 csapat nevezett, ennyi még soha nem volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A sportág egyik megyei fellegvárában, Csengerben több mint 100-an futszáloznak, nem is eredménytelenül, amit bizonyít, hogy Szilágyi Sándor egyesületi elnököt többször is szólították a díjátadón, és az aranycipőkből is több került a városba. Három aranyérmet, vagyis három kupát viszünk haza, bajnok lett az U15-ös fiú, az U17-es fiú és az U19-es lánycsapatunk. Viszünk haza egy ezüstérmet, és az U13-as fiaink második helyen végeztek, és a bronzérmes Csenger FC-nek is hazavisszük a harmadik helyért járó díjat az U15-ös bajnokságba. És van még egy bronzérmünk a lány U17-es bajnokságban is, ahol még két külön díjat is haza fogunk vinni a lányoknál, ugye a U17-ben és az U19-ben is Szilágyi Hanna lett a bajnokság gólkirály, és még egy gólkirályunk van, kettő, az U13-as fiúknál Bandics Áron, az U15-ös fiúknál Balog Alex nyert el a bajnokság gólkirályi címét, itt Balog Alexet külön kiemelni, aki 144 gólt rúgott. Emellett mi még fogunk kapni egy érmet, NB1-es U17-es bajnokságban a Csenger futszál a keleti csoportban megszerezte a harmadik helyet, úgyhogy még ott is lesz egy bronzérmünk a idei termésben. A csengeriek mellett a vásárosnaményiak, a mátészalkaiak és a gyulaháziak részesültek a legtöbb elismerésben a futszál idén zárón.